vagyunk Bayonne-ban. Ez a városi könyvtár épülete. Egyszerűen hihetetlen, ahogy így virágba borultak az utcák, és ilyen masszív, vastag virág takarókkal. Messziről ez az épület úgy nézett ki, mint hogyha ezek a rózsaszín virágok szét akarnák feszíteni ezt a oszlop sort. Ez a városi könyvtár bejárata. Ezen a fotók nem adják vissza ezt a fantasztikus látványt. Itt van Kolumbusz mászobra. Mire szépek. Fel van égőkkel díszítve ez a fa. Ezt is szép lehet. Világít. Itt még vannak jó kis dimbók. Jóha. Hamarosan jönnek a kabócák. Beállhatsz alá nyugodtan, legalább látszanak, hogy milyen nagyok. Ez a bejárat. Egyszerűen páratlan. Szerencsénk van, hogy meg tudtuk örökíteni, mert lehet, hogy holnap reggel nagy zuhé jön. Annyi gyönyörű. Picit világít, mert nem bőven 7 óra után vagyunk. Heribusz.
egyszerűen annyira álomszerű ez a látvány, hogy nehéz betelni vele. Szép rendezett kis kertje van. És ilyen kis házak vannak környékünkön. Mi egy-két utcával arrébb vagyunk. Ő, ez is milyen jó az a ház. Itt egy ilyen kis kastély. Faját akarja. Igen, hát elég sok ilyen szentképet látunk, vagy szemszobrot. Ma igazi nyári napsütés volt, még meleg, most azért kicsit lehűlt a levegő. Igen, tehát a gyalogosoknak nincs lámpa. Azt látjuk, hogy itt nekik piros van, tehát mi akkor mehetünk. Vagy a velünk egy irányba haladóknak zöld van. Úgyhogy ez jó támpont. Ez is klassz ez a ház. Menjünk egy ilyen virágkoszorú alatt. Annyira szép. Most se rossz. Itt is szembe épülnek. Szóval körülbelül ilyen Bajonnak a lakó része. Nem rosszak. Majd egyszer nekünk is lesz ilyen. Vagy nem. Thank you.
most átértünk az utca túloldalára. Mire klasszak ezek a kis tornátszerű valamik, ide ki lehet ülni. Úgyhogy lehetne éppenséggel kosárlabdázni is. De legalábbis csak gyakorolgatni. De szép lesz ez. És tulipánnal. Igen, ezen az utcán nagyon klassz kis házak vannak. Ja igen, ezt építik. Klasszul megy már le a nap. Ez nagyon szép az a ház. Csítéses. De nem érnek össze a házak, hanem van köztem mondjuk egy olyan 1 méter. Ja, ott. Nem olyan, mint nálunk. Ha már felhúznak egymás mellé egy pár házat. Igen, mondjuk kocsolba is lehetne állni. Ez is jó. Jó kis kovácsolt vas díszítéssel. Ja igen, ez baromi jó. Mindjárt lemerül a teló. Szóval megy le a nap is ilyen szép. Az ég alja. Még egy nagyon kis autentikus darab. Kamilla, aha, igen. Kamilla illat van. Ez de jó. Jó ez a bejárat. Csak úgy módjával. Nem kell túlzásba vinni a díszítést. De kicsit nacionalistább. Jó kis terasz van itt is. Kis szentéllyel. Hát azért itt is ellapnék.